Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na szevasztok, gyerekek, itt vagyunk egy következő videóban. Én nem is tudom, hogy minek hívjam ezt, ilyen rossz jellegű valami, jó? Szóval arról lenne szó, hogy én mennyire is rühellek postára járni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Néha muszáj. És hogy miért muszáj? Azért, mert a kézbesítő basszik becsöngetni. De tényleg, tehát leszarja, nem csönget be, inkább kitölti a kis átvételi, és akkor bedobja, és nem jön föl. És neked akkor át kell venni, és be kell menned a postára. És mi a baj azzal, hogy postára kell járni, gyerekek, hogy akkor csak azt, hogy nem tudsz olyan időpontba menni, amikor ne lenne ott valaki. Lehet 10 óra, lehet 2 óra, lehet 5 óra, mindig van ott valaki. Bemész, vársz, rendben, sor van, oké, rendben, elgöntöd, elkönyvelt, jó, akkor egy órát itt fogok állni, na jó, talán nem fél órát. Oké, állsz ott 10 perc után már rohad rólad az ruha le, főleg így a júliusi meg az augusztusi melegben, ebből a hőségben szakad rólad a víz, tököd tele van, állsz ott, folytasodban pedig ugye hidegből mész be, akkor is szakad rólad a víz. A posta az egyetlen olyan hely, ahol gyakorlatilag akármilyen idő van, lehetne akár Szibériában is a magyar posta egyik épülete, szakadna rólad a víz ott is. Elkezdnek egymással bífelni az emberek. Jó napot, maga is ide áll a sorban? Nem ott kell sorba állni, mögöttem álljás sorban, mi van, kell a fájás? Nyugodjon már, nyugodjon, de jó, rendben, nyugodjon. Egymással is bífelnek, utána pedig szép lassan kinyílik a csipájuk, és bífelnek az ügyintézőkkel. Jó, mi van, posta? Tám valaki az épületet lefosta? Na most általában olyan szituáció szokott lenni, hogy én csak állok ott kusba, magamba gyötrődök, és így rám terelődik. Tehát így áll mellettem az ember, és rám néz, hogy ugye? Hogy így sose haladnak, ugye? Én megmondom, ne keverj ebbe bele! Nem leszek cinkostárs, ne keverjél bele! Ez a te dolgod! Te elkezdted, most már nyomd végig, öreg! És végig nyomja! És olyan dolgokba kötnek bele, hogy nem igaz, hogy személyt például miért kell adnom, azért mert 3-400 ezer forintot veszek át. Hát még jó, hogy kell adnod személyt, öreg! Hülye vagy? Ez a posta részéről megérthető dolog. De azon kívül nagyon lassúság van, olyan színű, nem igaz, állsz ott sorba, előtted van a 10, mindenki mondjuk át akar venni valami csomagot, és látod, hogy ketten keresik a csomagot non-stop, nem tudják, hogy ki hova teszi a csomagot, nem tudják, hogy melyik hol van, külföldi csomag, belföldi csomag, térszivevényes, ilyen-olyan, mit tudom én, hivatalos, minden szar egyben van, és azt tudják, hogy mi hol van, és közben a főnök meg így áll, és így nézi őket. Aztán te kerülsz sorra. Jó napot kívánok, beszélni, fizetni a csekeket. Picikét megfogtad, összeizzadtad, már gyűrött, már nem veszi be a gép, már jön a okotyó szöveg. Ne haragudj, a legközelebb kérem szépen vigyázzon rá. Rendben, ígérem, legközelebb berakom egy arany páncélos ilyen mappával, hogy hozzá se érjes neki az a rohadt számlához, csekhez, legyen tökéletes. Picikét meggyűrödik, már kidobja, kiköpi, nem érdekli, nem fogadja el. Rendben, sikerül, kifizeted a csekeket. Oké, még akkor átteszed a térszivevényes szírszart, vagy mi azt a átvétel elismervényt, hogy elnézést kinek meg mehet jegyezni, hogy a kézbesítő nem nagyon igazán csöngetett fel, pedig otthon voltam. Jó, ne bizony felcsöngetett, maga nem voltam, majd megnézzük. Hallod, én már ehhez úgy állok sorba, hogy személyigazolvány lakcímkártya, már így tolom neki ki szépen a személyi lakcímkártyát, mert kell, már tudom fegyből mit kell csinálni, minél gyorsabban haladjunk. De nem halad utána se gyorsan, mert egyszerűen nem találják meg, keressék, és nincs meg sehol. És közben így te érzed magad cinkbe, hogy állsz ott, és így elnézést kérek, rám kell várni, elnézést. Legutóbb is kártyával akartam kizetni a csekkjeimet. Mondom, jó, rendben, odarakom, tényleg végigálltam a 15 perces sort, ugyanilyen szituáció volt, már mögöttem bífelték egymást az emberek, és ugyanúgy az ügyintézőket, és tényleg ilyen igazi háborús övezet a posta. Adom a kártyát, hát a terminál az nem működik, kártyát nem fogadta el. De ilyenkor amúgy, akárhol vagy, kártyát nem fogadja el, egyből rád néznek, hogy ez nem jó. Ez nem jó, uram, ez nem jó. Én nem úgy próbálom megfizetni a kártyával, hogy nincs rajta fedezet. Tehát én tudtam, hogy van rajta fedezet. Nem fogadt el. De ilyenkor akárhol vagy, egyből így te vagy ott a hibás, és így néznek rá, hogy hát ez nem jó. Mondom, jó, persze, köszönöm. Végül aztán kiadja a mellette lévő kollega, hogy hát, hogy nem működnek a termináljaink. Mondom, értem, köszönöm szépen, hát akkor fasza. Akkor én így most nem tudom, mit csináljak. De nincs nem készpénz, és akkor végigálltam a 10-20 perces sort. Köszönöm szépen! Mondom, jó, hazafele, a kudarc után veszek a boltba valami üccsit, hogy valami boldogság hormon elárassza az agyamat, és hogy örüljek valaminek úgy egyáltalán. Látom, hogy jön be a postás kollega nő a boltba. Miért jön be? Megkérdezni az eladót, hogy tud-e segíteni nekik a kártya terminállal kapcsolatban. Mit tudna csinálni vele? Mégis mit tudna vele a boltos csinálni? Mondta a boltos, hogy hát hívják fel a bankot. Mi van? Úgyhogy akármi van, én meglátok egy értesítőt, már ki vagyok. Mert tudom jól, hogy hát akkor be kell mennem. És nem azon van a baj, hogy lusta vagyok bemenni. Azzal van a baj, hogy bemegyek, és mindenféle lelki szart rápakolnak. Egymással bífelnek, és rád, és belerángatnak az ő kis szaros vitájukba. Azzal kapcsolatban, hogy most a posta szar,
nektek, hogy várni kell, én ezt tudom, én is várok kusban. Magamba gyötrődök, így szoktam állni a postán. Meditálok, alszok, álmodok, álva alszok, mint a lovaköcsém. Ló vagyok! A postán! Úgyhogy gyerekek, írjátok meg a véleményeiteket ti, meg a legviccesebb sztoritokat, ami postán történt, vagy hallottatok valami párbeszédet, mert esküszöm, ott olyan dialógusokat lehet szemügyre, vagy fül tanúként átélni, hogy az nem igaz, nem hittem volna ebből a mondatból egyébként kijövök bárhogy is, de sikerült. Nem ilyen tetszett a videó, hogyha igen, nyomtok egy lájkot, leírásban csomó linket megtaláltok, és még egyszer a kommentjéteket várom ezzel kapcsolatban, legyen tovább egy zsenyős napotok, szevasztok! Posta! Kinő már a borosta a vállalkozásomtól? Én vagyok a Pista! Ú, bazzai.